Dió anyó segítsége A kert csúnyán megszenvedte a vihart és a villámfiúkat. Levelek és ágak hevertek szanaszét. A tündérek, manók és törpék elbújhattak a pusztítás elől, mert néma csend honolt. Máskor kisvirág azonnal neki látott volna kertet tisztogatni, fákat és virágokat menteni, most azonban határozott kis lépteivel egyenesen a magasra nőtt diófához sietett. Felnézett a sötét barna óriásra, szeretettel megsimította a jól ismert, gyerektérdekkel kikoptatott alsó ágát és megszólította. – Dióanyó, alszol, vagy beszélhetünk? A fatörzse egy pillanatig még egyszerűen fatörzs volt, majd hirtelen kinyílt rajta két meleg barna szem, megjelent egy vidámmal ráncos, aranyos arc, és a diófa megszólalt. – No, virág! Jó, hogy felébresztettél, mert átaludtam a vihart. Látom. Jól is tettem. Milyen szomorú a kert. Megcsóválta a fejét, amitől az egész farázkódni kezdett, és levelek hullottak mindenfelé. Mit szeretnél, aranyom? Mesét mondjak? Énekeljek? Vagy te énekelsz? Nem, nem, Dió anyó, most nem ilyesmiért jöttem, suttogta kicsit idegesen a kislány, és lopva a konyha felé pillantott. Segítséget kérek, egy valami kijött a falból, és nem tudott visszamenni, és renge a neve, és akkor jött az a garabonciás, aki átlagos, és Amáliát keres, és most megijedtem. Dió anyó megállította a hadarást. No, csak szépen, lassan mondjad, kisé vén vagyok én már ehhez a tempóhoz. Szóval itt van renge, mert az baj, ugyanis mást is érzek. A diófa körbeszimatolt, és mindig vicces arca ezer ráncba szökött. Értem már, értem, itt van Béla bácsi, mormogta. Az baj. Ismered, hökkent meg a kislány. Valahogyan nem tudta elképzelni, mikor is találkozhatott Béla bácsi az ő diófájukkal. Minden garabonciást ismerek, minden varázslót és tündért és mágust és boszorkát. De most nem ez a lényeg. Vissza kell engednünk rengét, mielőtt Béla bácsi felfedezi és azt kiáltja. Anomália! Mert akkor nehezen védhetnénk meg barátunkat a bűbájtól. Mit tenne vele Béla bácsi? kérdezte ilyetten kis virág. Nos, ha jól tudom, ő az átlagossá varázsolás mestere. Valószínű, hogy egyszerű vakondá változtatná szegény, gyönyörű és különleges rengét, hogy ne lógjon ki a sorból, ne tűnjön fel soha senkinek, és hogy soha senki ne tarthassa őt egyedinek. Ugyanis Béla bácsi és a hozzáhasonlóak rettentően félnek mindentől, ami csak különleges. Mert hogy ami különleges, az nem kiszámítható, és a szabályokat sem tűri jól. Olyan szépséget és örömöt okoz, ami beláthatatlan következményekkel járhat. És csak a bátrak szeletik a nem hétköznapit. Ahogyan te is, pillantott le Dió anyó mélységes szeretettel a kislányra. Azt hiszem, kezdem megérteni, mondta kisvirág, ha renge furcsa, meg te is furcsa vagy, akkor én is az vagyok, mert látlak benneteket. Meg nagypapa is furcsa, és a többiek is, mert őket meg nem zavarja, hogy én ilyen vagyok. Nagyon jó kis virág. Látom, hogy szabadon gondolkozol a szíveddel, és ez a legfontosabb. Akkor hát mit tegyek? kérdezte kisvirág mindenre elszántan. El kell menned a Dunapartra, és keresned kell egy öreg vén fűszfát. Jól jegyezd meg. A diófa akkor segít, ha erőre és bíztatásra van szükség. Az átjárók titkát azonban a fűzfák, a bodzák és a tiszafák rejtik. A legöregebb fűz elmondja pontosan, mit is kell tenned. Kisvirág megköszönte az útmutatást, és halkan továbbosont a kerti kapu felé, ahol szabad út nyílt a csalafintán kanyargó, csilingelve daloló Dunához.